sziasztok, szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartanak a következő műsorban is. Vendégünk a mai napon Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója. Köszöntöm, és köszönöm, hogy vállalta a beszélgetést. Részemről a megtiszteltetés természetesen. Nagy örömömre szolgált, amikor készültem a műsorra, hogy beszélhetünk a családról, hiszen a Hári család neves és ismert család Székesfehérváron. Mit lehet tudni önökről és az őseiről? Hát igazából nem vagyunk nagy családfakutatók. A legrégebbi tudomásunk, ami van az édesapám ágán, tehát a Hári ágon, az körülbelül 200 évvel ezelőtt született az én üknagyapám, Hári Ferenc, Székesfehérváron, azt hiszem 1817 talán ez a pontos dátum. Tehát ő egy kaptafakészítő, iparos ember volt, és a piasztéren lakott. Nem sok mindent tudunk róla, 10 gyereke született, és az én dédnagyapám, a legidősebb az Hári Ignác, akinek szintén 8 gyereke született, tehát így elég nagy a família, tehát az üknagyapai ágon a rakonokat, azokat fogalmunk sincs, hogy merre szórta szét az élet, de a városban elég sok Hári van. És a nagymamám szokta mesélni, hogy az valamilyen második vagy első-második unokatestvérek leszármazottai vannak. Tehát a Hári Ignác is, a dédnagyapám is kaptafakészítő volt, és még a üknagyapámra visszatérve annyit tudunk róla, hogy ő harcolt a Buda visszafoglalásánál, a 48-as szabadságharcnál. Ezt a nagyapám szokta mesélni, mert ő még hallotta őt. És az én nagyapám az szintén Hári Ferenc, ő Péknek tanult, és talán innen van a Hári családnak az ismertsége, mert még ő a 19. század végén született, és a Fehérváron a Sütő utcában volt, hosszú évtizedeken keresztül laktak ott a nagymamámmal együtt, és nekik 3 gyermekük született, abból 2 Pék lett, tehát így a Pék dinasztia az elég erős volt nálunk, de hogy a szocializmus alatt ugye megszüntették a maszek pékségeket, ezért már édesapámat már nem engedték Péknek, ő a legfiatalabb gyermek, és őt nem engedték már Péknek, mert elég nehéz munka volt így a péküzemben dolgozni, és ő a Videótonban dolgozott, őt meg onnan ismerik szerintem nagyon sokan, mert 16 éves korától nyugdíjas koráig Hári Tiborként ugye a Videótonban dolgozott. Mi a kaptafa? Vagy kérdezzük vissza. Tehát a kaptafa, meg cipő, sámfa készítő, tehát a cipő készítők, akik a felső részt csinálják, azok számára készített ilyen mintát fából. Tehát ezek voltak jellemzően azok a termékek is. Ilyen, hát egy szoba konyhában faragták ezeket különböző méretűeknek, ugye a cipő felső készítők, ugye a cipészeknek, ahogy szükségük volt rá, azok számára készített ilyen szerszámot fából. Tehát így tudom megfogalmazni leginkább. Szóval egy ősi székesfehérvári családról van szó. Ön is Székesfehérváron született, és nőtt fel. Hol végezte a tanulmányait? Hát, hogy általános iskolában énekzeneibe jártam nagyobb részt. Utána meg a Ságvári, most ugye a Széchenyi középiskolába jártam. Hát az eredeti végzettségem az géplakatos. Így kezdtem a szakmát. Hát ugye apai hagyományokat űzve, mert édesapám is géplakatosként végzett technikumot, és természetesen a 18 éves korig az ember azért nem nagyon tudja eldönteni, hogy mit szeretne, vagy hát 14 éves korig, bocsánat, mert hogy ugye a középiskola volt, nem nagyon tudja, hogy apjára néz fel, és akkor próbálja követni azt, aztán hát ebből olyan túl sokat nem hasznosítottam. Sok fordulatot vett az ön élete, ez majd kiderül a továbbiakban, de most akkor megint visszalépnék egyet az énekzeneire. Ez hogy jött? Elköltöztünk a Sütő utcából, akkor elkezdték bontani a Sütő utcát, vagy azt megelőzően Tóvárosra, és az énekzenei akkor éppen a Vasvári Pál iskolából átköltözött. Tehát nem zenei indítatásból van. Zongoráztam akkor már, tehát akkor már 2 éve zongoráztam, amikor átmentem, egy negyedik bementem át igazából általános iskolába az énekzeneibe. Mi vagy baptista család vagyunk, a baptistáknál az énekzene az elég hangsúlyos, tehát az énekkarban is gyakorlatilag évtizedeken keresztül énekeltem, meg akkor már 2 éve zongoráztam is. Tehát ilyen szempontból van hagyománya a családban. Az édesapám a baptista imaházban volt a kántora, gyakorlatilag
az elmúlt 5 évben fejezte be talán körülbelül, hogy 75 éves koráig orgonált a gyülekezetben. Tehát így van hagyománya azért a családban az énekzenének. Az Kapóra jött, már oda költözött a Tóvárosba, közel volt, akkor már azt választották a szüleim. Mennyire volt jellemző annak idején a baptista hit Székesfehérváron? Ugye a gyülekezet az 1931-ben alakult, még az én nagyszüleim voltak az alapító, mondjuk tucat tag közül. Hát igazából a gyülekezet mondjuk így a 90-es, vagy a rendszerváltásig egy olyan 120 főre nőtt fel. Nem nagyon volt ismert. Ugye akkoriban nem nagyon beszéltek egy semmilyen felekezetről, de ami már baptista, az gyakorlatilag szektának tekintették. Sokan nem tudják, hogy egyébként a keresztény vallás a világon, a keresztény vallásúak közül a baptisták a második legnagyobb létszámúak a világban. Csak ugye Európában, ugye a reformáció idején ők elmenekültek nagy részt. Egy része ugye az erdélyi területekre, ezért vannak ott többen nagyobb számban reprezentálva, Kárpátalján és Ukrajna területén, meg Románia temélyetén, Erdély területén is. A másik fele meg kiment Amerikába. Térjünk vissza az ön pályára, hiszen fogunk majd beszélni az egyházról is, és a szeretett szolgálatról is természetesen, de még nem jutottunk el odáig, hiszen megvan az a bizonyos lakatos szakma, és hova tovább? Igen, hát utána egy másik barátom volt egy példaképen, egy tőlem idősebb barátom volt elég erős példaképen, és az ő hatására a Győrbe mentem autógépészmérnöknek. Úgyhogy ott töltöttem utána a főiskolán 3 évet. Tehát valamelyest azért az ipari szakmán belül, gépész szakmán belül mentem tovább, és ugye akkoriban azért ez olyan, hát én szerettem is most is hobbi szinten a gépjárműveket, meg érdekelt is, meg hát az akkor volt a szakma krémje, az autógépészet. Tehát dolgozott a szakmájában? Az Ikarusban dolgoztam. Ott volt egy tanulmányi szerződésem, és utána dolgoztam ott körülbelül, hát olyan 4-5 évet, katonasággal együtt mondjuk 5 évet dolgoztam az Ikarusban. Ott voltam minőségbiztosítási főmérnökségen. Csak hát ugye a 80-as évek végén azt lehetett látni, hogy mérnökből Dunát lehetett rekeszteni az országban, akkor azért a mérnökképzés volt elég domináns. Úgyhogy, és az Ikarus meg, hát nekem egy felnőve, egy klasszikus szocialista nagyvállalat volt, még így a rendszerváltást követően is a működése és a berendezkedése, így aztán úgy azt a, hogy mondjam, milliót meg kilátást, azt úgy nem nagyon akartam magamra vetíteni a későbbiekre vonatkozóan. És akkor jött egy újabb váltás? Igen, azt láttam, hogy mondom, mérnökből sok van, közgazdászból kevés, így elkezdtem közgazdasági végzettséget szerezni, és ezzel párhuzamosan munkáját is váltottam, hát gyergeltem a bankszakmába. Akkor megjöttünk, mert ez az információ nekem megvolt, hogy valamikor bankárként dolgozott. Milyen bankon belül, milyen területen? Hát így én klasszikusan gyakorlatilag az ügyfélpultból indultam el. Tehát végigjártam a klasszikus ranglépcsőt, mind lakossági, mind kisvállalati vagy nagyvállalati területen is dolgoztam, mind tanácsadó, ügyintéző, ügyfélpultos, tehát gyakorlatilag tényleg a pénztáron kívül mindent csináltam, amit egy bankfiókban lehetett csinálni a kezdetekkor. A mai munkáját tekintve azért az ott szerzett ismereteket biztos, hogy tudja hasznosítani. Igen, hát ez természetes. Tehát a fiataloknak, meg a gyermekeimnek is, meg akik pályakezdők, vagy bármilyen területen így gondolkoznak a tanulás tekintetében, mindig szoktam mondani, hogy a matematikára mindig szükség van, bármilyen élet, bármilyen területén is élünk, mert adott lévő alapdolgok azok nagyon fontosak, és természetesen nekem is nagyon sok tapasztalatot szereztem. Az egyik a kisvállalkozások területén, azoknak a működését nagyon sokszor láttam kívülről, hogyan nőnek föl, hogyan omlanak össze, mitől lesznek sikeresek. Másik meg, hogy a költségszemléletű működés az elengedhetetlen minden vezető számára, aki bármilyen szervezetet is vezet. A baptista egyházzal való kapcsolatról ugye volt szó, hiszen a család és baptista hosszú évekre visszamenőleg gyakorolta végig a vallását? Tehát kapcsolatban volt az egyházzal? Igen, hát én gyerekkorom óta jártam imaházba, annak ellenére, hogy tényleg sokszor megregemegett a lábam, mert azért abban az időben inkább
csúfoltak ezért, mint hogy ezt bármilyen módon így mások is akceptálták volna, akár osztálytársaim, akár környezetemben, tehát olyan túl nagy feneket nem kerítettünk a dolognak. Nem lehetett könnyű gyerekként ezt megélni. Hát ezek én mindig úgy értem, hogy általában, hogy kicsit így széllel szembe éltem meg ezeket az éveket is, mert hogy, de ugye nálunk én is nagyon fontosnak tartottam, hogy egy kamaszként 17 évesen döntöttem arról, hogy tényleg ezt szeretném, ezt az életet járni. Ugye a baptistáknál felnőtt keresztségről beszélünk, vagy hát bemerítésről beszélünk, és ezt jellemzően mindig fiataloknak, vagy felnőtt korban saját döntés alapján hozzuk meg a döntést, hogy tényleg szeretne valaki a Bibliának megfelelően élni, és az életét összekapcsolni Jézus Krisztussal. És ezt én is 17 évesen hoztam meg ezt a döntést, és igazából a gyülekezettel való munkásabb életem az inkább ezután indult el. A társválasztásnál jelentősége volt, hogy milyen egyházhoz tartozik? A Biblia azt írja, hogy ne sántikáljatok kétfelé, ami ebből a szempontból azt jelenti, hogy hasonló meggyőződésű párt választom az embert, mert ha belegondolunk, azért egy életet végigélni egy társal úgy, hogy teljesen mások az ideológiai alapjaink, vagy a gyereknevelésben, most akkor mi legyen a gyereknek a neveltetésében, azt gondolom, hogy az elengedhetetlen, hogy ilyen szempontból hasonlóan gondolkodjunk. Egyébként a feleségem az pünkösdi gyülekezetbe volt a tag. És a gyerekek? Hát ugye, mivel hogy Székesfehérváron laktunk, a feleségem ugye hozzánk a baptista gyülekezetbe tagozódott be, így a gyerekek is természetesen, akkor már itt nem volt kérdés. Tehát az, hogy pünkösdi gyülekezetből jött, az nem jelentette azt, hogy máshova jártunk volna külön-külön, hanem a család azonnantól kezdve ugyanúgy azt a Bibliából tanultunk meg, és hallottuk az igazságot. És akkor megérkeztünk a szeretett szolgálathoz. Mindjárt a bank után a szeretett szolgálathoz került? Hát én 20 évig voltam a bankszektorban, és viszonylag tényleg azt lehet mondani, hogy egy jó karriert sikerült befutnom. A 20 év alatt felső vezető lettem az utolsó 10 évenben, és onnan mentem a baptista szeretett szolgálathoz. Természetesen, mivel hogy a baptista szeretett szolgálat Velencéről indult, a Szenci Sándor ott volt baptista lelkész, ezért nekünk korábban is jó kapcsolatunk volt a fehérvári gyülekezeten keresztül is. Volt itt a fehérvári gyülekezetnek is, van egy alapítványa, ahol korábban az imaház mellett lányotthont működtettünk, így a szociális területen is, alapítványi területen is volt kapcsolatunk, tehát nagyon jól ismertem a Szenci Sándort. A bank kapcsán meg hát 10 éven keresztül gyakorlatilag a szeretett szolgálatnak a pénzügyét is hát segítettem a banki oldalról. Tehát mi voltunk a bankja. Miért döntött így? Tehát ott volt egy adott sikeres banki pályafutás, és a csúcsról? Hát két dolog. Az egyik az, hogy mindig már így korosodva azért vágytam arra, hogy valami más jellegű feladatot. Tehát a bank azért az, főleg én ugye az értékesítésben, a szélzben dolgoztam, az felőrli az embert. A másik, hogy egyszer csak egy példaként tudom felhozni, hogy egyszer csináltunk egy vezetői tréninget a bankon belül, és ott különböző adottságainkat és hozzáállás attitűdünket felmérték, és kijött nekem, hogy nagyon erős a vezetői attitűdöm, de emellett egy nagyon erős szociális attitűd van bennem, ami kettő együtt nagyon-nagyon ritka. És azt tényleg azt mondták, akkor ugye még, hogy hát miért nem leszek én a máltai szeretett szolgálatnak lehetnék a vezetője. És akkor nekem bennem volt az, hogy igen, hát ha nem a Máltához, tehát nem szeretném az ottani vezetőket megijeszteni, de tényleg bennem volt, hogy egyszer akár a szeretett szolgálathoz tudnék kerülni, hogy segítsem a Sándor munkáját. Igazából a Sándorral leülve azt lehet tudni, hogy a baptista szeretett szolgálat 96-ban indult. Gyakorlatilag kis alapítványként 5000 forinttal, szoktam mondani Szenci Sándor, hogy 5000 forinttal alakult a baptista szeretett szolgálat. Mára már egy nagy vállalat. Több szervezetből, non-profit KFT-ből, alapítványból, egyházjogi személyből álló, mondhatnánk cégcsoport. Jelen pillanatban a baptista szeretett szolgálat így csoportként körülbelül 2500 embernek ad munkát. Pedagógusoknak, szociális munkásoknak, programvezetőknek. Tehát nagy vállalattan nőtt ki magát. Én a bankból nagyon sokszor láttam,
hogyha egy vállalkozó egyedül felépít egy szervezetet, nagyon sokszor beleesik abba a hibába, hogy nagy felnőve mindent ugyanúgy akar kézben tartani, mindenre ugyanúgy rajta keresztül kell folyjon, és ez nagyon sok esetben a vállalkozásoknak a bukásához is vezet. És a szeretetszolgálatnál is az elnök, mint Szenci Sándor elnök, mindent próbált ugyanúgy ő is kezében tartani. És nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy neki fontos lenne egy operatív vezető, egy ügyvezető igazgató, aki az elnöknek a munkáját tudja támogatni, és neki ne kelljen ügyes-bajos operatív dolgokkal foglalkozni, mert akkor nem tudja tovább fejleszteni a szervezetet. És addig-addig beszélgettünk erről, még akkor nem is gondoltam magamra egyébként, így a bankból, hanem így segítségül, mert a bankból is ezt láttuk, hogy nagyon szűk keresztmetszett már az ő személye ennek a hatalmas intézményrendszernek az irányítására. És aztán ő jött azzal, hogy hát Tibor, akkor te legyél ez, aki a jobb kezem lesz ebben a munkában. Úgyhogy így alakult. Hány országban segítkezett már a szeretetszolgálat? Ezt a nemzetközi kollégáink biztos jobban tudnák, de 30-nál több országban voltunk jelen, az biztos. És természetesen Magyarországon is, hiszen a központ itt van. Annyira itt van a központ, hogy az elmúlt időszakban Pákozdon adtak át egy hatalmas nagy logisztikai központot. Miért volt erre szükség? Mindig szoktam mondani, hogy a külföldi munkáink adok a sajtó számára mindig az voltak a leglátványosabb dolgok. De a tevékenységünknek kevesebb mint 5%-a tevődik a külföldi területekre. A 95%-a az Magyarországon van. Csak ugye erről kevésbé vannak híradások. A pákozdi választás az azért történt, mert elnyertünk egy Európai Uniós pályázatot, infrastruktúrális fejlesztésre, ez majdnem 650 millió forint összeg volt, amiből pont raktárépületeket, bázisokat lehetett kialakítani, bővíteni, gépjárműparkot fejleszteni, eszközöket vásárolni. Mivel Európai Uniós pályázat volt, ezért Pest megye és Budapest az kiesett a választási lehetőségből, és hát megnéztük, hogy a Budapest környékén autópálya mellett hol lenne a legközelebb lehetőség egy ilyen beruházást megvalósítani. Persze az, hogy fehérvári vagyok, azért ez egy kicsit döntött abban, hogy nem 60 felé keresgéltünk, vagy Kecskemétnél, hanem Pákozdon, de fizikailag is tényleg ez a legközelebb bejárható út. Egy másik pályázatból elektromos autókat tudtunk venni, és a budapesti központ és Pákozd között oda-vissza pont meg lehet járni egy elektromos autóval egy töltéssel, tehát ilyen szempontból is ez nekünk így nagyon kézenfekvő volt ez a pákozdi lokáció. Tulajdonképpen mi van Pákozdon? Pákozdon felépítettünk egy, hát viszonylag nagy, mert nekünk nagyon nagy, egy 1600-1700 négyzetméteres raktárat. Ebben jelen pillanatban 1000 raklap elhelyezésére alkalmas polcrendszer van, de még ez bővíthető, tehát még 4-500 raklapnyi bővítés lehet, csak megvártuk egyelőre, hogy hát 1000, tehát a mi számunkra 1000 raklap is hatalmas terület, persze egy multinacionális cégnél ez nem biztos, de ezért nekünk ez hatalmas. Illetve mellett még építettünk mellé egy kisebb iroda épületet, amiben körülbelül 30-35 munkatársnak tudna, ha feltöltjük, akkor tudna helyet biztosítani, illetve egy olyan 150 négyzetméteres oktatókonferencia termet is építettünk, tehát ebből a szempontból nagyon hasznos lesz, hogy ilyen nagy termünk nem volt eddig, vagy bérelni kellett valahol, így tudunk itt olyan tréningeket tartani a munkatársaink számára, hogy nem kell ezért külön nekünk fizetni. Illetve az irodát megpróbáljuk úgy feltölteni, hogy a fluktuációból adódó megüresedést, azt amennyire lehet, azt próbáljuk itt feltölteni a raktározási feladatok mellett. Úgyhogy van már itt könyvelünk, vannak projektben, tehát ilyen projekt munkában dolgozó munkatársak, meg a raktárban dolgozó munkatársak természetesen. 2020 tavasza Magyarországon és az egész világon a COVID-19-ről, azaz a koronavírusról szólt. Ebben az időszakban önök hogy tudtak működni? Hát pont a COVID kirobbanás előtt 2 héttel volt az ünnepélyes átadó itt a Pákozdon, és hát nagyon nagy szükség is volt rá. Ugye a Baptista Szeretetszolgálat alapító tagja, és tagja ma is a karitatív tanácsnak, és a koronavírus kezdetén megalakult a humanitárius
Nemzeti Humanitárius Tanács, aminek a baptista szeretetszolgálat is része volt. Ezért azzal a összesen 6 szervezettel közösen gyűjtöttünk adományokat, akár pénzadományokat, akár élelmiszer jellegű adományokat, bár ezt csak cégektől tudtunk gyűjteni, mert ezt most nem engedtük meg, hogy a lakosság hozzon számunkra élelmiszereket, de maga a raktár az március végére, azt kell mondjam, szinte megtelt. Nagyon jó szolgálatot tett, hogy ide tudtunk deponálni olyan élelmiszercsomagokat, olyan ruhaműket, olyan adományokat, tisztítószereket, szájmaszkokat, stb., amit a Covid alatt kellett továbbítanunk. Úgyhogy nagyon jó helye volt arra, hogy deponáltuk, és akkor onnan szerveztük meg az ország különböző pontjaira, iskolákba, intézményekbe, szociális intézményekbe ezeknek a kihordását. Nagyon sokszor a többi karitatív tanács, vagy humanitárius tanács tagjai is oda jöttek ebbe a raktárba átvenni az adományokat. Tehát komoly szerepük volt akkor. Ezt abszolút ki tudtuk használni, és tényleg enélkül nem is tudtunk volna most ilyen mértékű szerepet vállalni ebben a vírusban, vagy a vírusnak a feldolgozásában és ellene való harcban. Térjünk vissza akkor Hári Tiborra. Mik a tervei? Hova tovább? Hát jelenleg nem érzem, hogy Isten máshova szólítana. Azt gondolom, hogy a szeretetszolgálat tekintetében még nagyon sok feladat van. Azt gondolom, az elmúlt 5 év az a stabilitásnak az időszaka volt. Tehát előtte volt a nagy növekedésnek az időszaka, most a stabilizálásnak az időszaka van. Vannak persze álmaink, terveink. Szeretnénk például a szeretetszolgálat még eddig nem, vagy a baptista egyház még nem büszkélkedhet mondjuk egészségügyi intézménnyel vagy kórházzal. Én nekem van egy ilyen vágyam, hogy valamikor a baptista egyház vagy a baptista szeretetszolgálat esetleg egy kórházat tudna működtetni. Egy egészségügyi intézményünk ugyan van, hogy mi működtetjük a Török Bálinti Gyermek Hospice-t, ami talán az országban a független szervezetként mi vagyunk az egyetlen gyermek hospice. Ott van egy bővítési tervünk. Hát jelen pillanatban most még nem látjuk, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Nagyon sokat már dolgoztunk emiatt, hogy Magyarországon elsőként létrehozunk egy zöldmezős beruházással egy olyan gyermekhospice, ami annak épül. Igazából egy gyermekhospice az nem csak a gyerekekről, hanem az adokat nevelő családokról szól. Úgyhogy hát ez egy érdekes történet. Tehát abból is fogtunk ebbe, hogy legyen egy kis egészségügyi tapasztalatunk, de mondom, például ilyen terveink még nekem személyesen van, hogy valahol majd egy egészségügyi, nagyobb egészségügyi intézményt tudnánk esetleg működtetni. Szeretnénk még a szociális területen, azt gondolom, vannak olyan területek, amit szeretnénk még bővülni, illetve eddig most körülbelül 10 éve foglalkozunk emberkereskedelem áldozataival, tehát ez főleg külföldre jellemzően külföldre, de Magyarországon is lévő, vagy ilyen rabszolgáknak, ugye mondjuk, hogy csiskáztatott emberek, de jellemzőbb azok a prostituáltak, akiket külföldről hoznak haza, ezeket eldugjuk, menekítjük őket, bíróságra visszük, tehát védjük az érdekeit, próbáljuk az újraindulásukat van segíteni. És ez most volt először, hogy ehhez most már jelentős állami támogatást kaptunk. Az EMMI-vel kötöttünk egy bilaterális megállapodást, aminek kapcsán már finanszírozzák ezt a tevékenységüket. Eddig ezt szintisztán alapítványi támogatásokból tudtuk működtetni. Azt gondolom, hogy ezen a területen sajnos vannak kiaknázatlan lehetőségek Magyarországon. Sok olyan személy van, akik ilyen szempontból segítségre szorulnak. Csodálatos tervek és csodálatos feladatok. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm szépen. És köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.